Szabó István szeretettel idézi fel a szerelmes film forgatását és annak kulisszatitkait. Azt is elárulta nekünk, hogy semmilyen nehézségre nem emlékszik a munka során, amely nehezítette volna a film elkészültét. Nagyon régen készült, 1970-ben forgattuk, amikor Bálint Andris és a Halász Szutka még nagyon fiatalok voltak, sőt én is. Úgyhogy az ember mindenre örömmel emlékszik vissza, ami ez a fiatalsága fűződik. Nagy élvezettel csináltuk a filmet, egy jó társaság, nagyon jó volt a stáb. Szerettük a filmet forgatni, jó volt. Vannak jelenetek, amelyek Franciaországban játszódnak, és olyanok is, amik a tengerparton. Na most hát nem volt pénzünk természetesen, úgyhogy ki utazott? Hát utazott az operatőr, Lőrinc Jóska, a segédoperatőr, egy hangos, Bálint Andris, meg én, öten voltunk. Ez egy filmstábhoz képest, ez egy nevetségesen kis csapat. Fölszálltunk a vonatra, beültünk egy fülkébe, és hát természetesen a csomagjaink, a filmes dobozok, a kamerás dobozok, ismeri őket, ilyen fémborítású dobozok. Hát ültünk ott, és egyszer csak Bécsben, mert mi Franciaország felé utaztunk, felszállt mellénk egy úr, és nézte a dobozokat, nézte, és egyszer csak megkérdezte tőlünk angolul, hogy fishing, halászni mennek? Mi a Bálint András azt mondta, no filming, nem, mi filmezünk. És ez úgy megmaradt bennem. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, hogy ilyen kis szűk csapat, a Halász Szutka utánunk jött, hogy a tengerparti jeleneteket is forgassuk, mert Párizsban forgattunk egy rövid jelenetet. Jó volt. Van egy pár nagyon tehetséges fiatalember. Meg kell mondanom őszintén, hogy ezek a fiatalemberek, ezek elmúltak 40 évesek. És amikor mi, az én generációm, az első filmjeinket csináltuk, hát akkor milyen 20 évesek voltunk. 28, 30, Gál István, a csodálatos Sodrásban, Sára Sándor. És most sorolhatnám azokat a filmeket, amelyeket az én generációm csinált, szóval mi fiatalabbak voltunk. A filmvetítésen a résztvevők nem csak egy élménnyel gazdagodtak, hanem igazi időutazásban vehettek részt, melyen rájöhettek arra, hogy van, ami örökérvényű.